Sajtótájékoztatón ismertették az egészségnap programját. A kórház parkolójából induló egészségsétával fogják kezdeni a napot június 10-én, szombaton Máté Szalkán, amiért cserébe a sétálók adománypontokat kapnak majd. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Richter egészségnap során gyűjtött adományok gyarapodjanak. Az egészségtudatosságot és a megelőzést népszerűsítő rendezvényen a szakemberek több mint 30 sátorban ingyenes szűrési és tanácsadási lehetőséggel várják az érdeklődőket. Az egészségügynek az egyik feladata a gyógyítás, a másik feladata a megelőzés. De a legeslegfontosabb feladatunk közé tartozik az is, az elsődleges, úgynevezett primer megelőzés, prevenció, hogy ne alakuljanak ki a betegségek. Ebbe a mi nagy integrált megyei intézményünk is nagyon sok mindent tesz. Rendelkezünk egy egészségfejlesztési irodai hálózattal, ugyanúgy szervezünk a lakossághoz közeli különböző megelőzési programokat. De nyilván ez nem elég. Az egyén felelőssége abban nyilvánul meg, hogy minden egyes polgárunk, a társadalom minden tagja kell, hogy gondoljon arra, hogy ő mit tesz a saját egészségére. A Richter Egészségváros rendezvény sorozat 14 évvel ezelőtt indult el, a Máté-Szalkai esemény pedig már a 97. állomása lesz. A szervezők minden korosztály számára igyekeznek hasznos programokat kínálni a Szalkai László téren, mondta el Gál Olasz Sarolta. Június 10-én egészen a magzatkortól 99 éves korig bárki jöhet, hiszen mindenki megtalálja a számára fontos és hasznos aktivitást. Ahogy említettem, ugye a szűrések és a tanácsadásokon túl több ismert arc lesz velünk. A nap moderátora Abaházi Csaba lesz, de ezzel párhuzamosan Katus Attilával lehet majd közösen tornázni. Szili Nórának az előadását lehet meghallgatni, Béres Alexandra a táplálkozással kapcsolatos információkat fogja megosztani velünk, és Molnár Andival lehet egy közös gyermektáncot megtanulni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy színes program és változatos lehetőségekkel várjuk a helyi lakosokat. A Richter Egészségváros rendezvényein eddig több mint 218 ezeren vettek részt országszerte, és több mint 530 millió forint támogatást gyűlt össze a Magyar Gyógyszergyártó Vállalatnak köszönhetően. A Richter 3,5 millió forint alapadományt ajánl fel a Máté-Szalkai Kórház számára, és ezt az alapadományt tudják a lakosok lakossági összefogással növelni, méghozzá oly módon, hogy minden egyes aktivitás további 500-500 forintot ér. Ami azt jelenti, hogy ha bárki részt vesz egy-egy szűrésen, tanácsadáson, egy programon, egy Katus Attila tornán egy előadást meghallgat, az mind-mind 500-500-500 forintot jelent a 3,5 millió alapadományhoz. Hanusi Péter polgármester felhívta a figyelmet az összefogás erejére, valamint az online térben való részvételi lehetőség fontosságára. Minden egyes aktivitás, látogatás, szűrővizsgálat, vagy ha megnéz egy videót, vagy hogyha részt vesz egy szaktanácsadáson, vagy éppen akár online módon részt vesz az eseményekben, ez bizony pontszámot jelent. A polgármester hozzátette, a kitűzött adománycél egy új ultrahang készülék beszerzése lesz.